Többen láthattátok Luciano Sánchez horror balesetét, amely során a térde nem csak extrém módon visszahajlott, hanem ki is ficamodott, több térdszalagja pedig elszakadt. A térdszalagok a térd stabilitását biztosítják, az oldalszalagok oldalirányba stabilizálják a térdet, a keresztszalagok pedig a csontok előre és hátra csúszását akadályozzák meg. Ilyen balesetnél sajnos több szalag is elszakadt, sőt a térd mögött található erek és idegek is sérülhetnek. A rekonstrukciós műtét igen bonyolult, több lépcsőből áll, a rehabilitáció akár egy évet is igénybe vett, és sajnos ezután sem biztos, hogy a térd teljes mértékben visszanyeri eredeti funkcionalitását.